A településen egyetlen egy rendelő működik. A polgármester elmondása szerint már nagyon rossz, előregedett állapotban volt az épület, nem beszélve a vizes blokkról. A Magyar Falu programban elnyert közel 30 millió forintos támogatásnak köszönhetően az ingatlan most kívülbelül új külsőt kapott. Többek között új várótermeket alakítottak ki, valamint a teljes gyermekorvosi részleg felújítása is megtörtént. Továbbá az intézmény energiaellátását egy napelemes rendszer segíti majd. A település polgármestere azt mondja, a beruházásnak köszönhetően várhatóan több fiatal költözik majd Nagyvejkére. Nagyon örülünk, hogy felújult, mert nagyon szép, nagyon modern lett. Úgyhogy köszönjük szépen, és orvosi eszközöket is kaptunk, úgyhogy közel 30 millió forintot kaptunk a pályázatba, mert az az igazság, hogy kicsi a falunk, önerőnk nincsen, és csak a pályázatokból tudunk újítani. Látjuk azt, hogy Magyarország újrakezdi az életét minden szempontból. Az eseményen Potel P. Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Torna megye 2. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője is köszöntőt mondott. Ő azt mondta, hogy az elmúlt években a településeken kitűzött célok, tervek szinte kivétel nélkül meg tudtak valósulni a pályázatoknak köszönhetően. Az én 58 településemre az elmúlt időszakban 8,5 milliárd forint értékben jöttek topos források, illetve közel 2,5 milliárd forint értékben Magyar Faluból nyertek el összegeket a kis települések, és természetesen ezen kívül volt még egyéb más pályázati lehetőség is. Tolna megyében eddig a Magyar Falu programnak köszönhetően több mint 2 milliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések.